Szelvő támad hűsajnalra, bíborodik az ég alja, hát a szarvas nagy merészen, ott szög décsel túl a vízen. Száll a madár, száll az ének, két fiárú szép enének, zengő madár ágról ágra, zengő ének szájról szájra. Minden zugot megüldöznek, minden bokrot átaldöfnek, gyík ha reszben, fajt ha rebben, de a gimbad nincs ezekben. Múlt csütörtökön utolsó előadásához érkezett a könyvtárral a tudásért pályázat a Füzesabonyi Bibliotékában. A záró rendezvényre a versvándort Tóth Péter Lórántot hívták meg. Klasszikus költők verseivel már 10 évvel járja a Kárpát-medencét. Célja, hogy a magyarsággal megismertesse a magyar irodalom nagyjainak műveit, a Felvidéktől egészen a Vajdaságig. A Füzesabonyi előadásra is egy válogatással érkezett. Azokból az előadásokból hoztam részletet, amikkel én foglalkoztam az elmúlt években. Így elhangzanak majd Arany Jánostól versek, Kányádi Sándortól, Petőfi Sándortól, József Attilától, Radnóti Miklóstól is. Én tanárember vagyok, testvér és történelmi szakos tanár, aki 2015-ben úgy döntött, hogy feláll a katedráról, és tulajdonképpen egy régi gyermekkori álmát igyekszik megvalósítani. Nekem az a gyerekkori álmom, hogy ezt a gyönyörű szép nagy Kárpát-medencét bejárjam. De ne csak úgy, mint ilyen turista vagy kiránduló, hanem hogy akkor vigyek oda valamit. És én ezeket az irodalmi előadásokat viszem. Nem én neveztem el magam versvándornak, amikor Horvátországban jártam először Baranyában, Vörösmarton, egy kis faluban, az ottani általános iskolában az ottani kántor tanító néni mutatott be a gyerekeknek, hogy na a gyerekek, itt van ez a Péter bácsi, aki tanár, verset mond, járja a világot, hát ilyen versvándor. És akkor ez rajtam maradt, de tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy pontos megfogalmazás, mert hogy az való igaz, hogy életvitelszerűen járom a Kárpát-medencét. Tehát én Kunszentmiklósi vagyok, Bács-Kiskun megyében élek, vagy lakom, de a Kárpát-medencébe élek. Azt mondta, a tapasztalatai szerint az emberek szeretik a verseket. Valaki eljön egy ilyen esti rendezvényre, akkor azért olyan jön el, aki érdeklődik a versek iránt. Na most ugye az más kérdés, amikor az ember iskolába megy, és ugye a gyerek be van ültetve oda, mert be kell, hogy üljön mondjuk a tanórára. Nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy persze olyan kicsit távolságtartással néznek először a gyerekek, de valahogy amikor sikerül megtalálni azokat a pontokat, amelyek mondjuk a hallgatóságot összekötik József Attilával, vagy mondjuk Radnóti Miklóstól, az ő kitartásáról és életszeretetéről, abba a földi pokolba, ahonnan ő hazaindult ugye Bortól egészen Abdáig, a mai életükbe is tudnak meríteni. Úgy gondolom, hogy ezekkel a történetekkel sikerül ezekhez a költőknek a verseihez is közelhozni a fiatalokat, úgyhogy én abszolút én pozitívan látom ezt a dolgot, úgy látom, hogy érdeklődők a fiatalok, csak nyilván meg kell őket tudni szólítani. Edvárd király, angol király, léptet fakólován. Körötte csend, amerre ment, és néma tartomány. Montgomery a vár neve, hol aznap este szállt. Montgomery a vár ura, vendégli a királyt. Vadat és halacs, mi az ég alatt szem szájnak ingere, sürgő csoport, száz szolga hord, hogy nézni is tere. S mind, amiket a szép sziget, ételt, italt terem, s mind, ami bor, pezsegve forr, túl messzi tengeren. Ti urak, hát? Senki sem kocint, értem pohárt? Ti urak, ti versz ebek! Ne éljen, Eduard! Vadat és halat, s mi az ég alatt szemszájnak kellemes, azt látok én, de ördög itt belül minden nemes. Ti urak, hitvány ebek. Ne éljen, Eduard! Hol van kis zengetetteim? Elő egy verszivárdi. Egymásra néz a sok vitéz, a vendég versz urak, orcáikon, mint félelem, sáppat el a harag.